Ezek a rendőrségi felvételek vasárnap hajnalban készültek, amikor csőtörés miatt több helyen felrepett az út, és nagy mennyiségű víz, illetve iszap tört fel a felszínre a Budai úton. A Fehérvíz ZRT műszaki igazgatóhelyettese azt mondja, hogy eddig nem látott még ilyen csőtörést. De nem is a csőtörés a nagy gond, hanem az, hogy elég soká jöhetett föl ahhoz képest, amikor eltört a vezeték, mert a fölötte levő útpálya szerkezet, a beton, az aszfalt nem engedte, és most már az látszik, hogy több sávon is, és ez ugye a közlekedést érinti, megsüllyedt a burkolat. Vasárnap nem volt ivóvíz szolgáltatás a környező lakóházakban, mostanra azonban a hibát már elhárították. Az útzár valószínűleg csütörtökig tart majd. Jelenleg is ez az útzár még folyamatban van. Közúti jelzőtáblák jelzik a kötelező haladási irányt, és mindez addig lesz érvényben, amíg a csatornázási munkálatok folyamatban vannak. A lezárás ideje alatt az érintett szakaszon közlekedő autóbuszjáratok a Várkörút, Rákóczi út, József Attila utca, illetve Gáz utca terelő útvonalon közlekednek, és ez idő alatt kimarad a Távirda utca elnevezésű autóbusz megállóhely.